Egy jó beadással, azonnal gólhelyzet. Turza, és nem tudtam elevenni. Susik, ez pedig elakad. Balokban. Turza megköszöni, ezt most elpepecselte a gólvágó. Nem tudta megszelídíteni, pedig jó volt az átadás. Halman. Tácsik. Csinger gacsal. Lehelet finoman kapta vissza. Turzának ez nem jó. Táncos adta el. Balog labdája sem jut Pirtyákhoz. Uzola. Elég sok most mindkét oldalon a pontatlanság. Uzola. Még mindig jó. Susik. Akár kapura is küldheti. Megpattan, de Uzola már nem ér oda. Melaj takarít. Megvan az első épp kézláb Ekeli támadás a második félidőben is. Azonnal válaszolnának a szőgyéniek. Remek iramú meccs. Meleg. Csinger. Uzola teljesen üresen. Táncos zárkózik föl. És éles középradására próbált meg. Domonkos, a felfutó jobb hátvéd, most a középcsatár posztján tűnt fel. Mindkét csapatot dicséret illeti, a hátrány ellenére a szőgyének próbálkoznak szépíteni. Az Ekeliek meg próbálkoznak növelni az előnyt. Tácsik. Fél. Újabb csel. Hajmeresztő dolog. Dühöng egyet fél. Lehet, hogy magára is dühös. Minden esetre Szehnal elől valahogy sikerült tisztázni az Ekelieknek. Úgy, hogy Szehnalról menjen ki az alapvonalon túlra. Csinger. Susik. Meleg. Turza. Kapott egyet hátulról. Dobaitól. Illetve Szombat Kristóf volt az, aki meggyötörte Turzát. Uzola nem számított rá, egyébként sem volt pontos. Érthetetlen, hogy miért kapkodnak. Csingerék, hiszen 4-1 az előny. Ez nem jó Balognak. Kikíséri Domonkos. Egy óra telt el a meccsből, 4-1 továbbra is az első félidőbeli eredmény. Meleg. Halász. Táncos. Szilágyi fordul, remekül. Faképnél hagyja a jobb hátvédet, ez egy picit hosszú. Az utolsó. Momentum nem jött ki Szilágyinak, az, ahogy megiramodott a bal szélen, ez félelmetesnek tűnt. Megúzták a szőgyéniek, ebben több volt, ebben a Szilágyi megiramodásban. Dobai. Szombat. Petrovics. Tácsik. Remek adogatás, Kél és Tácsik, Pirtyák. Nem lehetett tudni, hogy ez most beadás vagy lövés. Igazából az egyik sem. Az oldalhálót találta el. Pirtyák, a szőgyéni 8-as, a jobb half. Csinger, Turza. Ő még adós a góllal. Góllal térhetne vissza betegségéből. A
Činger. Beleg. Még mindig a söprögető. Most viszont nem segítenek neki. Talán visszakaphatta volna pontosabban is Domonkostól. Nem eshet! Ez az focsi! Egyedül! Meleg. Még a túloldalon Uzola elérhette volna, de belekapott ott az egyik bek. Igen, Dobairól ment ki. Jöhet az Ekeli szöglet. Természetesen Gacsal végzi el ezt is, ahogy az első fél időben is az összes sarokrúgást és pontrúgást. Turza Szilágyi a hosszú oldalon, Turza a rövid oldalon. A hosszúra jön, és Szilágyi nem tud fejelni, Melai őrködött, és nem engedte a hazai gólvágót, hogy megszerezze a 15. bajnoki találatát. Marad a 4-1. Halman a kirúgással, ugyanaz a recept, mint eddig mindig. Átlövi az egész középpályát. Tácsik csúsztatná, Činger, Susik. És most jön a csere. Kettős csere, ráadásul kettős csere. Tízes és hatos, ha jól láttam. Gacsal megy le, ez biztos. Aha, hatos jön természetes, ugye? Tehát Domonkos és Gacsal jön le, és helyettük a Rovenszky, valamint Ollári, a két fiatal. Cserék bekönyvelve. Ollári. Tácsik három ember között is tovább vitte, aztán Susiktól kapott egyet. Csingert kell nyugtatni. Balog. Halman, Szilágyi ront ki rá. Balog kapja vissza. Szombat. Dobai. Kél. Petrovics. Szombat. Ez az ívelés jónak tűnik. A halász őrködött, Pirtyák még tovább csúsztatja, meleg. Nem a legbiztosabb. Igaz, hogy Tácsik rátartott Melegimi lábára, ezért nem volt pontos a passza, szabadrúgás az Ekelnek. 68. perc, továbbra is 4-1. Fél. Táncos. Činger. Turza. Hajszál pontos labda Susiknak, most vált ki rá Balog. Nem akarta szögletre hagyni Susik, végül mégis szöglet lesz. A 8. Ekeli szöglet. Rovenszky végzi el. Már nincs ugyanis Gacsal.
lecserélte a lőbőt Uzola. A Rovenszky, ez is jónak tűnik, de bizony, hogy jó. És ezt most nem tudom, miért hagyta el Táncos. Szerintem neki szánta Rovenszky, Balog, két fiatal. Hiába várta Szehnál. Balog nem tudta pontosan indítani a fiatal csatárt. Meleg, Rovenszky. Csinger. Ollári. Balog takarít. Újabb csere lesz egyébként az ekelieknél. És kettős csere lesz megint. Szilágyi és Susík jön majd le. Csinger. Bedobás és nem szöglet. Susík. Rövid, Balog fejeli ki. Ollári adja haza, Meleg. Halász. Táncos. Turza. Uzola. Most van előtte terület. Vissza Turzának és egy kapáslövés. Susík! Hát ezt jobban is eltalálhatta volna. Turzának nem nagyon sikerült egyébként a kapáslövés. Mindenesetre az elképzelés remek volt. Uzola nagyszerűen tállal Turzához. A kipattanót talán meg is lepődött, hogy ennyire tisztán kapta Susík, és jobban is megcélozhatta volna a kaput. Marad a 4-1. Balog. Csinger. Eladja Balog. És most jöhet Szilágyi. Az asszisztens.